Jézus Krisztus mondja nékünk, betört az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és kérjünk áldást a ma esti alkalomra, közösségünkre. Imádkozzunk. Uram, magasztalak téged azért, hogy ma este Szamosárdon ugyanaz az Isten vagy, aki egykor Mózesnek a Sinai hegyen, a Csipkebokorban kijelentetted magadat, és azt mondtad neki, hogy te az az Isten vagy, aki megláttad a te népednek a gyötrődését, vergődését a rabságba, a szolgaságba, akiknek a jajkiáltásuk felhallatszott hozzád, és te meghallottad kiáltásukat, és azt mondtad, hogy átérzed minden fájdalmukat. És atyai szívedből eldöntötted, hogy alászállasz és kiszabadítod őket. Édesatyám, köszönöm azt az estét, amikor megszaggattad az eget, és alászálltál a te fiadban, Jézus Krisztusban, a betlehemi büdös tehéntrágyával, sötét szalmába, és megszülettél erre a világra. És köszönöm, Jézus, azt, hogy megjártad az utat az istállótól, a jászoltól, egészen a golgotai keresztig, és hálát adok neked, Uram, hogy a golgotai kereszten hallatlan mélységbe szálltál alá, azért, hogy közöttünk senki ne legyen olyan mélységbe, ahova te nem tudnál alászállni, utána nyúlni, és nem tudnád kiszabadítani. Uram, kérlek, hogy a te irgalmadból ma este itt nyújts ki újra utánunk a te kezedet. És a te véres kezeddel keresd meg közöttünk ma este az elveszettet. És Uram, azért imádkozok, hogy ebbe a templomba és ebbe a gyülekezetbe és ebbe a faluba emeld fel az elbukott, csődöt mondott hívőket, akik megbuktak a vizsgán, Uram, akik eljátszották a kegyelmet, akik visszaértek a bizonságtételre. És arra kérlek, hogy a te véres kezeddel járj ma közöttünk, és simogass meg minden kesergő arcot, és töröld le minden özvegynek, minden árvának, minden egyedülvalónak a szeméről a könnyet, Uram. És azért kérlek, hogy ma este légy az igében minden mindenekben, és itasd át a te evangéliumodat a Szentlélek erejével, hogy az még véletlenül se legyen csupán emberi beszéd, hanem legyen Istennek ereje minden hívőnek üdvösségére, és Uram, hadd legyen a hívőknek életillata életre, és a hitetleneknek pedig a halálnak a szaga a halálra. De kérünk, Urunk, hogy munkálkodj közöttünk mindeneknek üdvösségére a Jézus Krisztus által. Amen. Drága testvéreim, foglaljunk helyet. Isten igének a meghallgatására készülve a 417. énekünket énekeljük, 417. énekünket végén. Oh.
testvérek, ma az élő Istennek a szavát a Máté evangéliuma 18. fejezetéből fogom olvasni. A 18. fejezet 21. versétől kezdődőleg a fejezet végéig. Hogy az élő Isten ma hozzánk miképpen szól az ő igéje által, meg van írva a Máté evangéliuma 18. fejezetének a 21. versével kezdődőleg a fejezet végéig. Hallgassuk meg ezt az igét alázatos szívvel, megtisztelve azzal, hogy feláll. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, ha vétkezik ellenem az atyám fia, hányszor bocsássak meg neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Azt mondom neked, hogy nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani a szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előt a feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és így egyenlítsék ki a tartozást. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, és 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra robbant, ura, és átadta a kínzóknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha meg nem bocsáttok minnyájan atyátok fiának szív szerint. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha meg nem bocsátok minnyájon atyátok fiának szív szerint. Eddig az ige. Foglaljunk. Drága testvérek, a tegnap este az evangélium arról szólott, hogy az Isten ezen az egyetemes imahéten, az imahétnek a vezér gondolatában azt mondja Ézsaiás próféta könyvének első fejezetében, a 17. versben, hogy tanuljatok meg jót cselekedni, és törekedjetek az igazságra. És a tegnap este az igehirdetésben arról volt szó, hogy minden embernek az életében van valami, ami felülírja a jó cselekedetet. Ami több, mint a jó cselekedet.
És az, ami több, mint a jó cselekedet, amit az ember, a vallásos ember próbál tenni, hogy tetszedjék az Istennek, az nem más, mint az Istennek való engedelmeskedés. Az Istenre való hallgatás, és a dolgoknak a megtétele úgy, nem úgy, ahogy én gondolom, hogy jó az Istennek, hanem úgy, ahogyan az Isten kéri az ő igéjében, és az Isten minden ember életében a jót azzal kezdi, hogy újjászüli élő reménységre. Hogy az ember megtér az élő Istenhez, elkezdi követni, és az első imádsága az ilyen embernek az, ami Pálnak a damaszkuszi úton, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Mit akarsz, Uram, hogy tegyen? Van egy felső törvény, testvéreim, ami felülírja a jót. Az embernek az életébe a jó cselekvés. És drága testvérek, ma este pedig arról szeretnék beszélni, ami az evangéliumban több, mint az embernek az igazsága. Törekedjetek az igazságra. De majd látni fogjuk az igében, hogy van valami, ami sokkal több, mint az embernek az igaza, és testvéreim, ezt a valamit pontosan az Isten mutatja be nekünk. Az Isten mutatja meg, hogy neki, aki igazságos Isten, és igazságosan ítél minden ember életébe, van valami, ami feljebb való, mint az ő igazságossága, és ez nem más, drága testvérek, mint az Istennek az irgalmassága. Mint az Istennek az irgalmassága. De drága testvérek, már az elején, mert úgy fejeződött be ez a történet, hogy az ő ura átadta a kínzóknak, amíg meg nem fizeti a tartozást, és ezzel fejeződik be ez a példázat, hogy nagyon ügyeljetek Szamosárdon, mert Isten azt mondja, hogy így tesz az én atyám mindazokkal, akiknek ő elengedte a tartozást, de akik nem hajlandók a fele barátjukkal ugyanezt megtenni és elengedni a tartozást. Először is, drága testvérek, szeretnék mindenkit kiábrándítani, akinek a szívében az van, hogy az Isten mindig minden körülmények között csak szeret. Én látom és hallom azt, hogy Erdélybe is, meg a Kárpát-medencébe is tele van a gyülekezetekben az embereknek a hócipője ezzel, hogy szeret az Isten. Szeret az Isten. Ez hallatszik a szószékekről. És testvérek, ne értsetek félre, értem én ezt, csak egyet nem értek. Hogy lehet mondani annak az embernek, aki megy inni, megy paráználkodni, megy lopni, megy hazudni, hogy testvér, szeret az Isten, szeret az Isten. A kérdés az, hogy milyen áron szeret az Isten? Mibe került a Golgotán az Istennek, hogy téged szerethessen? Feltekintettél valaha a keresztre? Hogy nézd meg, hogy mibe került az Istennek az, hogy téged szeretni tudjon. És fáj-e neked az, hogy te az Isten fiát a bűneiddel odajuttattad a Golgotára? Szeret az Isten, drága testvérek, de nem minden körülmények között szeret, hanem figyeltétek a te történetet? Van, amikor az Isten ítél. Az 50. Zsoltárban, ez egy nagyon szép Zsoltár, az énekes könyvben így kezdődik ez az ének, le van oda írva, hogy az erős Isten uraknak ura szól, és a földet, az emberek, a föld alatt az embereket érti, mind előhívja. És azt mondja az ige, a tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg az Isten. A tökéletes szépségű Sion a Golgota. A Golgota. Ragyogva jelenik meg az Isten, és azt mondja a Zsoltár, jön az Isten, és nem hallgat. Testvérek, mi nagyon sokszor behúzódunk, mint Illés a barlangba, és azt szeretnénk, ha az Isten hallgatná,
hogy mi a sötétségben elhallgatná, hogy mi a sötétségben mit csinálunk. De jön az Isten szépen a barlang előtt, és megszólal, mit csinálsz itt, Illics? Mit csinálsz itt a sötétben, a barlangban, benne a mélyben, Illics? És válaszolni kell. Nem hallgat az Isten. Sok ember úgy szeretne jönni a templomba, hogy az Isten ne szóljon bele az én dolgaimba, ne szóljon bele az én életembe. És testvérek, sokszor találgatjuk, akkor jövünk rá, hogy mit csinál az Isten, mikor jön idegenből egy pap. És én nem ismerlek itt két-három embert, hogyha ismerek közöttetek. És testvérek, hogyha azt érzed, hogy az Isten beszél hozzád, az azért van, mert az ő szent lelke ismer téged, hogy mi van, én nem ismerlek, hogy mi van a szívednek a mélyében, és az Isten szól, hogy ne pusztulj el ott benne a barlangban, a sötétségben. Szól az Isten, és azt mondja az ige, hogy ezt a földet előhívja, és úgy hívja elé, hogy tanul hívja az eget és a földet, hogy mit mond. Miért? Mert azok, akik szamosardon nem fogtok megtérni, és úgy fogtok meghalni, azok egy nap ugyanúgy, mint Illés, bebújnátok az Isten elől a barlangba. Mit mondanak az utolsó napon, ha meg nem tértek? Azt mondják a hegyeknek, dőljetek ránk, és rejtsetek el minket. Csak ne kelljen megállni az élő Istennek a színe előtt. Bebújnátok a görényjukba is, meg a vakontúrásukba. Csak éppen bújjak valahova el, hogy ne kelljen megálljak az Isten színe előtt. És drága testvérek, én biztos vagyok abban, hogy lesznek olyanok, akik ezt az estét letagadják az Isten előtt. Hogy ők nem hallották, erről nem tudtak. És akkor azt mondja az ige, de az Isten hívja, tanul az eget és a földet, és Mózes azt mondja az ő népének, én bizonságul hívom ellenetek az eget és a földet, hogy én az életet adtam előtökbe, és az átkot adtam előtökbe. És válasszátok az életet, hogy élhessetek, mint ti, mint a ti utódaitok. Jön az Isten, nem hallgat, mondja, tanul hívja a földet, és azt mondja az ige, hogy előtte emésztő tűz jön. Vagyis testvérek, az Isten mindig úgy jön, hogy előtte jön az emésztő tűz, és kiégeti az ember szívéből, elméjéből, életéből a mocskot, a salakot. Férfi testvérek, mi van itt a fejedben? Mi van itt a fejedben? Milyen jár az eszed? Mi van a gondolataidban? Mit nézel az interneten? Mire van a szemed? Drága testvérek, amikor az Isten jön, előtte mindig emésztőtűz jön, amely megtisztít, mert a Szentlélek csak olyan házba megy be, amelyet előtte kiseteltek. Amelyet előtte kitisztított az Isten. A Szentlélek nem megy be szivarfüstös házba, testvérek, mert nem bírja. A Szentlélek finom, érzékeny. Nem megy be mocsokba. Nem fekszik le tisztátalanságba, hanem testvérek, az Isten jön, mint emésztő tűz, megtisztítja az embernek a szívét, kisepri, hogy aztán jöjjön a Szentlélek, és megtöltse az ember szívét, az embernek az életét ajándékokkal, és azt mondja az ige, hogy körülötte hatalmas szélvihar van, vagyis testvérek, felkavarja a szemet. Én egyszer Szerbiába evangélizáltam, Szerbiába vittek el, és ott hirdettem az igét, és életemben ott láttam először testvérek szemét erdőt. Volt egy szemét lerakat, és hogy a szemetet ne vigye el a szél, körbe ültették fákkal. Szépen körbe a szemétdombot. Nagy, a városnak a szemétdombja volt, körbe volt ültetve, nagy fákkal, de előtte való nap, hogy mentem volna, szélvihar kerekedett. És testvérek, én édesanyám nekem gyerekkoromban mesélt aranyerdőről, meg ezüsterdőről, meg bronzerdőről, szeméterdőről nem szólott semmi. A szél a zacskókat, a mocskot, a nájlonokat felvitte testvérek a fákat.
fák tetején, és mint a karácsonyfa, amikor ki van díszítve, egy egész erdő tele volt szeméttel. És testvérek, ez a szemét, amíg le van rakodva, addig nem nagyon látszik, mert takarja a szép erdő. De amikor jön egy-egy szélvihar, amikor belefúj az Isten, és felkavarja a vizet, nézzétek meg, hogy a Betesdánál is, addig, ameddig a lenti iszapréteg, meg fent ott volt az ekkori vízréteg, addig nem gyógyult meg senki a színész élettől. Alul ott volt az iszap, felette a vízréteg, de azt mondja az ige, időnként angyal jött, angelos küldött, akit az Isten küldött, és megkavarta a vizet, felkavarta az iszapot. És amikor felkavarodott a víz, mondja az ige, aki elsőnek ment be a víz felkavarása után, aki nem tanakodott testtel és vérrel, nem egyezkedett az eszével, nem nézte azt, hogy Szaros Arbomos, Kati meg Gyuri mit mond, ha megtérek, és én bemegyek az Isten országába, és mi lesz a véleménye ennek meg annak, hanem azonnal belépett a vízbe, mert neki kellett a gyógyulás, mint Naamánnak, a szír terroristának, az meggyógyult a leprából. És az meggyógyult testvére. És azt mondja az ige, hogy jön az Isten, hívja a földet, és van egy ige, mert ítélni akarja az ő népét. Mert ítélni akarja népét. A tegnap köszöntöttelek benneteket itt a templomban, az élőket és a holtakat. Testvérek, benne van a hitvallásunkban, a hiszek egyben. Hogy hiszem azt, hogy az Isten visszajön egy nap ítélni eleveneket, élőket és holtakat. És testvérek, itt nem a temetőben levőkről, meg a templomban lévőkről beszél az ige, hanem itt azokról beszél az ige, akik amikor az Úr Jézus visszajön, az egyik élő lesz lelkileg, a másik pedig halott lesz lelkileg. És Isten megítéli ezeket, és a Zsoltár azt mondja, a bűnösnek pedig, pár sorral lejjebb az 50. Zsoltár, a bűnösnek pedig azt mondja az Isten, hogy mered számra venni nevemet, szádra venni nevemet, amikor te gyűlölöd a fedést. Azt mondja az Isten a bűnösnek, hogy mered a nevemet a szádra venni, hiszen te gyűlölöd a fedést, ha tolvaj látsz, vele cimborálsz, ha paráznát látsz, azzal tartasz, ha iszákos látsz, leülsz vele inni, szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárcságot sző, ahol csak vagy testvéred ellen beszélsz, még az anyád fiát is bemocskolod, ilyeneket csinálsz, és én hallgassak, azt mondja az Úr. Azt hiszed, hogy én is olyan vagyok, mint te, megfedlek, és mindez a szemedre vetem. Testvérek, jön az Isten is, megítél bennünket, és nézzétek meg, hogy ott van egy ember Athén fővárosában, az Aeropáguszon, ez egy nagy aréna volt, egy ilyen nagy cirkusz, és azt mondja a zsidó bölcseknek, és azt mondja ott a görög tudósoknak, hogy bejártam a szentélyeiteket, és azt mondja, így fordítja a magyar Biblia, Károli Gáspár tudta azt, hogy mi magyarok nagyon sértődünk és ilyen kis finom lelkűek vagyunk, hogy aténi férfiak minden tekintetben nagyon vallásosaknak láttalak benneteket. Csak hogy a görög Biblia más írott, egy más szó található, és mégpedig ez a szó, hogy demonizein. Kedves aténi férfiak, bejártam a városotokat, és minden tekintetben nagyon démonizáltaknak találok benneteket. Mert ahány istenetek van, és minden 50 méterben volt az Athén főutcáján egy szobor, vagy valami, ahány istenetek van, annyi démonotok van. És azt mondja Pál, én most jöttem, és arról az Istenről beszélek nektek, aki teremtette az eget, meg a földet,
és teremtette az embert egy vérből, és ha valakinek ma este az a kérdése, vagy valamikor az lesz a kérdése Szamos Ardon, hogy amit eddig csináltam, és ahogy eddig éltem, az mind semmi? Testvérek, nem semmi, mert az Isten fordít egyet Pál életén, és ha itt voltál a templomba, és hallottad az Isten igényét, és hallottad az Isten szavát, azt a számítógép itt a fejedben nem törli ki, hanem az Isten felhasználja a képességeidet, a talentumodat, a tudásodat arra, hogy ezután ne a világnak meg a bűnnek élj, hanem ezután neki élj. És Pál apostol Aténnak a piacán, az Aeropágusán azt mondja, figyeljetek, a tudatlanság idejét az Isten elnézi. Azt, hogy nem tudtad, és nem hirdettetett, az Isten elnézi, de most, ezután nem nézi el. A tudatlanság idejét az Isten elnézi, mert lehet, hogy nem tudtad. De mostantól fogva nem nézi el, mert mostantól fogva tudod. Nem tudod letagadni, hogy nem hallottad, mert hirdettetett neked. És azt mondja az ige, most pedig az Isten mindenkinek mindenütt azt parancsolja, hogy térjen meg. Ezt nem Bódis Miklós parancsolja, ezt nem a tiszteletes úr parancsolja, ezt nem Pál mondja, meg Péter mondja, hanem az Isten mondja. Ott Pál világosan beszél. Az Isten pedig most mindenkinek azt parancsolja mindenütt, hogy térjen meg, és azt mondja Pál, mert rendelt egy napot, amikor igazságos ítéletet fog tartani a földkerekség felett, egy férfiú által, akit igazolt az Isten azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. Az Isten rendelt egy napot, amikor majd ítéletet fog tartani fölötted, az emberek fölött, egy férfiú által, akit legalizált, akit kiválasztott, akit rendelt, és megpecsételt azzal, hogy őt feltámasztotta a halottak közül. És drága testvérek, Péter azt mondja az igében, hogy most van az az idő. Most van az az idő, amikor az ítélet az Isten népén kezdődik el. Hogy örül ennek a hitetlen világ, hogy mi a másik? Mit érez? Mondja a Zsoltár, hogy mondják nekem éjjel-nappal, hogy hol van a te Istened. Mikor mi hazakerültünk a tegnap este, a feleségem felét nem mondta el, mert szorított minket az idő. A 6 műtét után, az első a 7 órás agyműtét volt az életébe, aztán utána mentem be én 7. epeműtétre Marosvásárhelyre, és egy 2 éves kálvária kórházból kórházba, és amikor hazakerültünk, az Isten levette rólunk ezt a terhet, próbát, akkor odajött egy gyülekezeti tagunk, és azt mondta nekünk, hogy na tiszteltes úr, most mondja meg azt, hogy mire volt jó a maguk nagy hite, ha ennyi nyomorúságon mentek keresztül. És mondom, Jóska bácsi tudja, hogy mire volt jó? Hogy 23 évvel ezelőtt én Berekfürdőn kötöttem egy szövetséget az Istennel. Nem volt benne az, hogy nem leszünk megpróbálva. Ezt nekem az Isten nem ígérte soha. Hanem az Isten azt mondta, hogy megpróbálva leszünk, de elhagyatva soha. Megpróbálva leszünk az Isten népe pont, hogy kitakarodjon a salak, hogy kiégjen a szemét az életünkből. Megpróbálva leszünk, de elhagyatva soha. És tudjátok, testvérek, hogy mi volt a különbség? Hogy háromszor én is megkaptam a papírt a kezembe, hogy itt vége, és volt olyan este, amikor letérdeltem a feleségem kórházi ágya mellé, és kezdtem mondani, hogy hova temessem, és hogy hogy neveljen fel a kislányokat, és felkészültünk a legrosszabbra. Csak hogy testvérek, nekem volt egy Istenem, aki 24 évvel ezelőtt azt mondta, hívj engem segítségül a nyomorúság idején.
hívj engem segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőíteni fogsz engem. És nekem az onkológián, a hematológián, az agysebészeten volt, kit segítségül hívja. De te, ha nincs Istened, kit hív segítségül? Ha a bálványaidban meg a pénzedbe bízol, akkor azt mondja az Isten, majd a bajba, mondja Izsaiás próféta könyvébe. Hívjad a bálványaidat, Máriát, Szent Antalt, a többit, Álszemélyabokát, segítsenek rajtad, mert azt mondja az ige, én nem, azt mondja az Isten. Én nem. Nem nekem hoztál eddig áldozatot, Izrael. Nem engem tiszteltél, nem engem imádtál, nem engem követtél. Most bejtél a borítékaiddal oda, ahhoz, akiben eddig bíztál, akiben eddig a segítséged volt, mert én, hogy az Úr nem fogok rajtad segíteni, az biztos. És testvérek, itt estek össze emberek a folyósón. Mi volt, mit ért a maga nagy hite, hogy volt Istenem, testvérek? Aki ezt kiállhattam, és ő nem hagyott cserbe. Ő nem hagyott cserbe. Ő jött, és egymást karon fogva jöttünk ki az onkológiáról, és felemeltük a kezünket, és magasztaltuk az Isten, mert tudtuk, hogy keresztül kellett menni Nabukadnecár tüzes kemencéjé. Nem kerülheted meg Nabukadnecár tüzes kemencéjé, de a tüzes kemencébe a hajatszála nem görbül, hanem csak a kötelekesnek le. Azért van a tüzes kemence, hogy lehújjanak rólad a kötelek. Az ítélet az Isten népén kezdődik el, mondja Péter. Azért, hogy az Isten az ő népét, mire visszajön, megtisztítsa. De folytatódik az ige. Mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek? Mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek? Van egy énekünk, drága testvérek, nagyon szeretem, de Sánti dogmatikailag az énekes könyvben. Egy reformációi ének, térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istenem. És azzal fejeződik be ez az első verszak, hogy az bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet. És azt mondja nekem egy református ember, hogy tudja mit, tiszteltes Uram, inkább ne szeressen a jó Isten. Ha az Isten az bünteti, kit szeret, másképp ő nem is tehet, akkor ne szeressen. És azt mondtam neki, hogy tudja, maga teljesen félreérti ezt az éneket. Ugyanis az Isten a Golgotán a kereszten az büntette, akit szeret. Nem téged. Erről szól az ének. Az büntette, akit szeret, fent a kereszten. És testvérek, az Isten nem büntet kétszer. Egy dologért, egy bűnért nem büntet meg kétszer valakit, mert akkor igazságtalan Isten lenne. Hanem ő egyszer s mindenkora valakit, az ő egyszülött fiát, akit szeretett, az egyszülöttet megbüntette, és miért sántít az ének? Mert azt mondja, hogy másképp ő nem is tehet, de igen, tehetett volna, megbüntethetett volna téged a bűneidért. Az igazságos ítélete az Istennek az lett volna, ha mindenkit a saját maga bűneiért büntet meg. Nem, hogy az atyák ették meg az egres, s a fiak fogavásod bele. Hanem az atyák, ha megették az egrest, akkor vásson bele az ő fogukat. De testvérek, az Isten másképpen döntött. Az Isten másképp döntött, mert az ő igazságánál nagyobb volt az ő irgalmassága. És az büntette az ő fiát, akit szeretett. Azért, hogy téged megmentse. És testvérek, amikor az Isten ítél, akkor azért ítél, mondja Pál apostol, mert nevelni akar bennünket, hogy a világgal együtt ne vesszünk el. Az Isten nem azért ítél, mert tetszik, hogy téged ítéljen meg, élvezi az Isten, ne. Az Isten, amikor ítél, akkor nevel, és azért ítél, hogy a világgal együtt mi ne ítéltessünk el, ne vesszünk el, s ha nem ítélne, testvérek,
akkor nem fiak lennénk, hanem fattyak. Melyik az az apa, aki megverte a másik gyermekét? Köszönöm. Melyik az az apa, aki a másik gyermekét ütötte? Egyik sem. Mindegyik a saját gyermekét neveli. És mindegyik apa a saját gyermekére, és mindegyik anya a saját gyermekére húz rá, mert a gyermeke nem fattyú, nem idegen, hanem azért, mert a gyermeke azt akarja, hogy tisztességes, becsületes ember legyen. És ez a kérdés, hagyod, hogy ítéljen az Isten? Hagyod, hogy neveljen az Isten? Vagy pedig fattyú akarsz lenni? Fiú vagy? Fiú vagy? Az Istennek a gyermeke vagy? És hagyod-e, hogy ítéljen, mert testvérek, mindig és most is itt Szamosardon tudjátok meg, hogy amikor az Isten ítél, abban mindig az ő szeretete és az ő irgalma van. Édesanyám mindig még a tengerparton, ott nőttem fel 2 éves koromtól 14 éves koromig, kalotaszegi népviseletben járt, és hát én is tettem egy jó párszor otthon olyan dolgot, hogy így csak találomra, fogadásból lelőttem a szomszédnak a disznóját nyillal, meg a szalmássűrünk, az utolsó szalmássűr Körösföldön, a miénk volt, a nagyapám szénáját megtűtöttem szeggel, megette a tején, megdöglött. Na, csináltam ilyen dolgokat gyermekkoromban, és ilyenkor mindig kihúztam a lutrit. És édesapám soha nem vert meg, mindig édesanyám vert meg. És amikor elkezdett ütni, én tudtam, hogy nekem egyetlen menedékem van. Az édesanyám verése elő, az édesanyám gyerekként, 4-5-6 éves gyerekként az édesanyám kalotaszegi szoknyájába fúrtam be a fejemet, és akkor abban maradt az ütés, a verés. Megtanultam már, hogy hogy lehet megúszni. Az anyám haragja meg verése elő, az anyám a szoknyájába menekültem. Befúrtam magamat oda, hogy ne üssön. És akkor megállt az ütés. Testvérek, az Istennek az ítélete elő, haragja elő, nem lehet máshova menekülni, csak az Istennek a kegyelméhez. Csak az Istennek a szeretetéhez lehet oda menekülni. Az Istennek az irgalmához lehet oda. És az Isten őrizzen meg bennünket, hogy ne ítéljen a múlt héten, ahogy a feleségemmel készültünk, leült mellém a kanapé mellé, imádkoztunk, énekeltünk reggel, és olvassuk az igét. És azt mondja az Isten igéje, Jeremiás 48.11-ben, hogy Moab olyan lett, mint a seprőjén tönkrement bor. Nem szívták le, nem öntötték át, mindig nyugalma volt. És azt mondja Spurgeon a könyvében, hogy csináld meg, hogy az embernek mindig jól teremjen a fölnye. Mindig jól menjen a mezőgazdaság. Ne legyen tragédia az életében. Jól menjenek az üzletei. Jól menjen minden, mindig egészséges legyen. És azt mondja Spurgeon, tudjátok, hogy mi lesz ennek a vége? Elbizakodás és elidegenedés az Istentől. Moab olyan lett, mint a seprőjén tönkrement bor, ott elnyálkásodott, nem szívták le, nem öntötték át, nem történt semmi olyan az életébe, ami felkavarta volna a borba a salakot. És megmutatta volna, azt hitte, hogy ott van a salak a hordó alatt, aztán meg rajta a bor, jól van az úgy. Jól van az úgy, testvérek. Az Isten, amikor ítél, akkor nevel, de az ítéletében is ott van az irgalma. Sokan összekeverik. Tudjátok, hogy mi a különbség az Isten kegyelme és az Istennek az irgalma között, mert nem ugyanaz. Én ezt úgy szoktam megmagyarázni, hogy egy vonat fülkébe berepül egy kis méh. És ahogy berepült a vonatfülkébe, a vonatfülke ajtaját behúzzák. Visszafele nem lehet repülni. Nem lehet menni visszafele, amit elrontottunk, amit nem jól csináltunk, nem hozhatjuk vissza. Nem tudjuk megfordítani. Nem tudunk visszamenni és újra csinálni. Vagy kijavítani. És akkor a méh meg
látja az ablaknál a világosságot, és teljes erővel elkezd repülni, és neki repül a vonatfülke ablakának, és beleveri a fejét, összetöri magát, és leesik az asztalra. Ilyen az az ember, aki látja a világosságot, és menekülni akar. Mint a mély, neki repül fejjel az üvegnek. És akkor magához tér, újra neki repül, újra beleveri a fejét, újra leesik a vonatfülke ablakának. És drága testvérek, egyszer csak kívülről valaki belép a fülkébe, aki kívülről jött. Akinek van hatalma zárt ajtókkel keresztül bemenni a tanítványok közé. És bejön a vonatfülkébe, és lehúzza az ablakot. 2000 évvel ezelőtt a Golgotán lehúzták az ablakot, kinyitották az ajtót. És azt mondták, hogy ember, méhecske, szabad vagy. Nyitva van az ajtó a szabadság felé. Csak ez az, drága testvérek, hogy nekünk van egy nagy bajunk. Mi mindig szöszmötölünk. Ott van a nyitott ajtó, ablak, mi mindig okoskodunk. Mi mindig jobban tudjuk. A méhecske megérezte, hogy friss a levegő, nyitva van az ablak, és elkezdett a vonatablakon felfele menni az ablak felé. De oda érkezett, van az a párkány a vonatablaknak. És amikor megérezte az akadást, hogy ott van az a párkány, visszafordult, jött lefele. Aztán megint elindult felfele, hogy menjen ki, mert érezte a friss levegőt, megint eljutott oda, megint visszafordult. És drága testvérek, az, aki kinyitotta a vonatablakot, amikor a mély legközelebb odaért a párkányhoz fel, akkor oda tette az ujját, a kezét, és azzal a rizikóval, hogy a mély visszaszúr, átbillentette a párkányon, és a mély kirepült a szabadságra. Na most, drága testvérek, a lehúzott ablak 2000 évvel ezelőtt az a kegyelem. Az volt a kegyelem. A kegyelem mindenki számára adatott. De van, aki vacilál. Van, aki elmélkedik. Van, aki gondolkozik. Van, aki ellenáll. Van, aki magyarázkodik, kifogásokat talál, és akkor jön az, aki kinyitotta az ablakot, és oda teszi az ujját, és testvérek, foglalkozik valaki méhekkel közületek? Igen? Mondjátok meg, hogy mi történik a méhel, ha félreérti az ujjat, ami át akarja segíteni a párkányon, és visszaszúr. Mi történik be? Még aznak meghal a méh. Ott marad a fulánkja a kézbe. Testvérek, ma este is vissza lehet szúrni, nem Boldis Miklós szúrod, őt szúrod. Vissza lehet szúrni az Istennek, de ott marad a szálka is neked ma véget. Tovább repülsz, kimész az ajtón, tovább mész, csak a fulánkod benne maradt a Krisztus testben. És az Isten irgalmára, amely másodszor is kinyújtja most ma este utánad a kezedet, kezét, mert 2000 év óta már kinyújtotta, te úgy reagálsz, félreérted az Istennek az irgalmát, és úgy reagálsz, hogy visszaszúrsz a fulánkat. Vissza lehet szúrni, de elveszel. De elkárhozod, elpusztulsz. Lehet tovább repülni, de csak egy ideig. Testvérek, ezért ítél az Isten, mert az ítéletében, az ő szeretete, meg az ő irgalma van benne, hogy téged megmentsen. Hogy téged megszabadítson. És nézzétek meg, azt mondja az ige, elkezdett számadást csinálni az Isten. És azt mondja az ige, hogy hoztak elébe egyet. Azért nem mondja, hogy kit, mert ez az egy te vagy. Hoztak elébe egyet, alig kezdődött el a számadás, és kiderült, hogy ez az egy nagyon sokat kapott a gazdától. Nagyon sok áldást, ajándékot adott az Úr neki, és ezzel a sok áldással, ezzel a sok jóval, amit adott az Isten, el kellett számolni az Istennek.
Azt mondja a rómaiak pozit levél, nem tudod-e te ember, hogy téged az Istennek a jósága megtérésre kell indítson? Nem félelemből kell az Istenhez megtérni. Nem tudod te ember, hogy téged az Istennek a jósága. Azért kell megtérni, mert jó volt hozzád mostanig az Isten. Visznek elébe egyet, testvérek, 10 000 talentum, ezt tudjátok, hogy mennyi? Salamon királynak, aki a leggazdagabb, minden idők leggazdagabb királya, úgy gyémánt bányái voltak Salamonnak, azt mondja az ige, hogy évente 666 talentum arany ment be a kincstárába. 666 kiló arany, testvér, talentum. És a 666-ot egy talentum, a Bibliának a hátulján ott vannak a mértékek, az újfordításunknak, 43 kiló és 650 gram, egy talentum. És egy évben Salamonnak bement 666 talentum. Na most testvérek, a 10 000 talentum a Salamon királynak 15 évi fizetése volt. 15 évi fizetés. Olyan világos volt, hogy ezt az a szolga nem tudja kifizetni. Mégis azt mondja, hogy haladékot kérek. Haladékot kérek. Mire kész haladékot, te szerencsétlen? Hát akármennyi van, akármennyit élsz, ezt az összeget, ezt a tartozást te soha nem fogod tudni kifizetni. Azt mondja az Úr, jó, akkor adják el őt, és most figyeljetek, testvérek, adjátok el a feleségét, és adjátok el a gyermekeit. Ismeritek, asszony testvérek, azt a történetet, amikor az Ószövetségben egy asszony az Isten emberéhez kiáll. És azt mondja, hogy Isten embere, állj meg! Az én férjem félte az Urat. Nem értem, hogy ő miért nem a férjeiket. Az én férjem félte az Urat, de meghalt. Mi meg itt maradtunk, és eladósodta. És jött a hitelező, és azt mondta nekem, asszony, fizess ki a tartozást. És én azt mondtam neki, hogy nem tudok fizetni. És a hitelező azt mondta, nincsen semmi baj, viszem a két fiadat. Viszem a két fiadat szolgának. És akkor a kétségbe esett asszonynak azt mondja Elizeus, asszony, mi van még otthon a házamban, mi van? És azt mondja az asszony, maradt még egy ennyi kis olaj itt, a pohár alján, a korsó alján. Na menj akkor a szomszédba, kérjé korsókat, edényeket, annyit, amennyihez hited van. Zárkózz be te a te fiaddal, kezd el önteni abból a kis olajból a korsóba. És az asszony bezárja az ajtót, és elkezdi tölteni, és telnek a korsók, és amikor az egyik fiú megszólal, nincs több edény, elállt az olaj. És azt mondja az Úr, menj, add el asszony az olaj, fizess ki a tartozásodat, és ami marad, abból élj a te két gyermekedben. Testvérek, miért mondom ezt el? Azért, mert a cselekedeti törvény azt mondja, hogy megbüntetem az atyát végképp a fiamat. Testvérek, valami 4 évvel ezelőtt Hátszegre érkezett egy igehirdető Moldvából, Szucsáváról. Én nem voltam akkor otthon, evangélizálni voltam, de Szlovákiában a református gyülekezetben jött velem a városunknak a polgármestere, Avram Jankó szülőfalujából való katona rendőrfőnök, és eljött a feleségével, eljött velem és a feleségemmel Szlovákiába, Kassára, ott evangélizáltam, a református szlovák-magyar gyülekezetbe, és megtért a polgármesterünk. Ott átadta az életét a feleségével együtt az Úrnak, és ő mondta nekem, hazajöttem az evangélizációból, minden hétfő reggel, testvérek, én Bibliával reggel 8 órakor megyek be a polgármesteri hivatalba imádkozni. A polgármesterhez. És jönnek oda, ülnek le,
és mondja nekem a polgármester, és azt mondja, hogy Miklós tiszteletes nem volt állítón, volt egy igen hirdető itt, én soha nem felejtem el. Felkavarta hónapokon keresztül a város erről az igen hirdetésről beszélt. És ez az igen hirdető elmondta azt, hogy egyszer prédikált valahol, és amikor vége volt a prédikációnak, oda ment hozzá egy házaspár, és azt mondta, hogy megkérjük tiszteltes úr, hogy jöjjön el ma este a családunkhoz, mert nagyon nagy a baj. És a lelkész megígérte, és miután lejárt az evangelizáció, a vacsora, beült az autóba, és elment a megadott címre. Azt mondta, amikor megérkeztem a ház elé, eltártottam a számot, én életemben ilyen villát nem láttam. Bementem az udvarra, három a legmodernebb autó közül. Gondolkoztam, hogy lépjek be a házba, vagy ne lépjek be, mi bajuk lehet ezeknek, hogy olyan nagy a baj. És azt mondja, bementem a házba, köszöntöttem őket, és kérdeztem, hogy miért hívtak. Látom, hogy minden rendben van. Tiszteltes úr, nem erről van szó. Nekünk 6 nagyon jól menő vállalkozásunk van. Mindenünk megvan. A lányunkkal van a baj. Fent van az emeleten. Azt mondja a lelkész, felmentem az emeleten, és benyitottam a 16 éves kislány szobájába. Azt mondja, akkor lemerek. Hogy én még ilyen gyermeket életemben nem láttam, hogy valakin csak a csont és a bőr legyen. Semmi más. Egy anorexiás kislány. És azt mondja, hogy jöttem le a lépcsőn, Szentlélek sugta, az anya a hibás. Az anya a hibás, mondta a Szentlélek. Az anya a hibás. Lementem, és szóltam a házaspárnak, a Szentlélek azt mondja, hogy a hibás ezért az anya. Összenézett a férj meg a feleség, azt mondja a férfi a feleségének, drágám, kimegyek a szobából, ülj le a pásztorral, és beszéld meg vele a dolgot. Azt mondja az asszony, nem azt mondja, itt maradsz, mert nekem nincsenek. És leültek, és elkezdték keresni a hibát, és egyszer kisárgul az asszony. Egyszer kisárgul az asszony. És azt mondja, most már tudom. Most már tudom. Amikor megszületett ez a kislány, rövid időn belül megint terhes lettem. És én azt a gyereket nem akartam. És anélkül, hogy te tudtál volna róla, mutat a férjére, elmentem, és azt a gyereket elvetettem. És drága testvérek, amikor beengedjük az ördögöt a házunkba, az ördög nem kérdezi azt, hogy ezt a gyereket akarod? Azt nem akarod? Azt szereted? Azt kell neked? Testvérek, ha egyszer beengedtük az ördögöt a házba, az visz mindent. Az visz mindent. Azt ne gondoljátok, hogy megelégszik, embergyilkos volt kezdettől fogva, és viszi az egészet. És drága testvérek, amikor ez a család leült, és a pásztorral együtt megvallották, megtagadták, és elkezdtek imádkozni, lejön a kislány az emeletről, és 6 hónapon keresztül csak ezt mondta, hogy máma, miért falme, éhes vagyok, édesanyám, kell enni való. És drága testvérek, 6 hónapon belül a kislány helyreáll, elmentek, megtértek, és egy gyülekezetnek a tagjai lettek. És ma is már unoka van. Áldják az Isten. Testvéreim, annyi dolgot látok, amikor beengedjük az ördögöt, az okult dolgokat a házba. És akkor megyek család látogatni, és mondják, hogy tiszteltes úr, iszik a férjem, válik a fiam. A lányomnak a 8 meg 10 éves gyereke meg kisfia odapisil éjszaka az ágyba, kér, mi van itt? Az első kérdésem az, hogy hol voltál? Hol jártál? Kit engedtél be a házadba? Ezt a tiszteltes úr meg honnan tudja? Mondom, a szimptomákról.
az ördögnek a szimptomáiról. Van egy mese, engedd be az egyik lábamat. Aztán engedd be a másik lábamat is. Aztán engedd be a harmadikat. És testvérek, amikor visz, amikor benn van, akkor öl! Akkor öl! És mi a fizetség? Semmi baj! Tartozol! Eladni őt, eladni a feleségét, és eladni a gyermekeit. Fizesd meg az árát! Adtam neked, mert mindenki azt mondja, tiszteletes úr, ott imádkoztak, segítettek. Jó, csak most kérik az árat. Mert az ördög nem ad soha semmit ingyen. A kegyelem van ingyen, az Istennek a kegyelme. Adják előt! Adják előt a családjával együtt. És drága testvérek, ez a nyomorult térben, és elkezd könyörögni, és később azt mondja az Úr, hogy te gonosz szolga, elengedtem a tartozásodat, irgalmas voltam hozzád, mivel könyörögtél nekem. Mivel könyörögtél nekem. Elengedtem a tartozást. És drága testvérek, kimegy ez a szolga, és találkozik a szolgatársával, aki egy olyan nem kicsi adósággal tartozott neki, de szeretném elmondani, hogy az ő megfizethetetlen adóságával szembe a szolgatársának az adósága megfizethető volt. Egy pár hét, egy pár hónap kellett volna, és reális esélye volt annak, hogy a szolgatársa megfizesse neki az adóságát. És testvérek, azt mondja az ige, hogy neki esett a nyakának. Elkezdte szorongatni a nyakát, és mondani a szolgatársának, hogy fizesd meg, amivel tartozol. És még azt se vette észre, hogy a szolgatársa ugyanazokkal a szavakkal könyörg neki, amivel egy pár órával előtte ő könyörgött a nagyadós, a megfizetetlen adóságért az urának, hogy légy egy kis türelemmel, és megadom neked. Nem! Fizesd meg! Fizesd meg! Testvérek, irgalmatlan volt a másik. Irgalmatlan volt a másik. És drága testvérek, most szeretnék rátérni arra, hogy mi diadalmaskodik az igazság érzetet felett. Jakab apostol levele második fejezetének a 13. verse a következőt mondja, figyeljetek! Az ítélet irgalmatlan azokhoz, akik nem cselekesznek irgalmasság. Még egyszer. Az ítélet irgalmatlan lesz ahhoz, aki nem cselekszik irgalmasság. De az irgalmasság dicsekedik az igazság az ember. Az irgalmasság dicsekedik az igazság az ember. Amikor Jézushoz oda mennek a tanítványok, azt kérdezik, hogy szabad-e elválni? Szabad-e a férjnak elválni, szabad-e elválni a házasságot? És Jézus tanából azt mondja, hogy nem. És ez nem is szabad. Azt mondják, hogy miért engedte meg Mózes? Hogy egy férjnak nem tetszik az asszony. Elváló levelet, elváló levelet adjon neki. És Jézus rájuk nézik, de miért azt mondja, hogy megmondom neked, hogy miért. Megmondom neked, az Isten kezdetől fogva, ez nem jó. Kezdetől fogva
De mellett már nincs egy Balaton. De a testvérek évekkel ezelőtt mezőtanítók voltunk egy konferencián, az ünnepel szemlésnek süteményre kimentünk az öfűbe, és ott volt egy börtönviselt megválaszol, idős, már idős volt, lehet, hogy sokkal ismertek őt, sokkal hozzáadottak a legnagyobb próbáltak, csodálatos lítós, hogy próbáltak. És ezek az öregeknek Kárpátalján és Magyarországon és Idősziványban, Lordaival, ezekkel az öregeknek mindig úgy voltál, hogy nem tudtál nekik, nem tudtál nekik azt mondani, hogy köszönöm, jó. Mindig mondani kellett azt, ami benne van. És ránéz a kis öreg, és azt kérdezi tőlem, hogy Miklós, adok neked egy jó tanácsot. Akarsz jó házassági kapcsolatban élni a feleségeddel? Ránéz, és mondom, hogy persze, hogy akarok. Adok egy tanácsot. És ennek a tanácsnak a nőtestvérek biztos vagyok, hogy nagyon örülnek. Azt mondja a kis öreg, ha innentől kezdve a páró feleségem letette, azt mondja, hogy az éj zöld, azt fogod mondani, hogy zöld. Az éj kék. Jó, hogy nem azt kérdezem tőle, hogy mi az éj. Én azt kérdezem, hogy az éj jó házasságban élni a feleségem. Ott igen, akkor az éj zöld éjtel. Veszed belőled az igazság. Miért? Mert neked igazad van. És figyeljétek meg, amikor meghallgattok társakat, akkor mire következtetésre jutsz? Neki is igaza van, meg neki is igazad van. Csak Traucsiza néni mondta Biatorbágyon, hogy tudjátok mit testvérek, Szamos Arpó, legyen neked igazad, s nekem meg békesség. Legyen a fiad az igaz. Legyen neked igazad, de nekem legyen békesség. És ez a kérdés, hogy mit akarsz? Hogy igazságod legyen, hogy igazad legyen, vagy hogy diadalmaskodjék az irgalmasság az igazságosság föl. Mert testvérek, látok megtért hívőket falukba. Úgy nyomják az igazságot a másiknak a gyomrába, meg a hátába durccal. És mondják, és mondják, és mondják, és tudjátok, hogy mi a megdöbbentő? Hogy igaza van, de nincs irgalmasság benne. Igaza van, csak egyet felejtettem. Szeretni az elveszettet. Irgalmas lenni a bűnös irányt. Felnyújtani neki a lehetőséget, a nyomja az igazat. De, üssed, mondjad. Csak egyet felejtel. Irgalmas lenni. Nézzétek meg, hogy Jónás kiül oda a hegy domtetőre, a hegytetőre, hogy nézze, hogy hogy pusztul el Ninive. Ezek a büdös románok elfoglalták Erdélyt. Pusztuljanak mind az egészen Ninive. Elfoglalták Izraelt, legyőzték a népemet, megalázták az asszonyokat, tönkretettek mindent. Még 40 nap és elpusztul Ninive. Jónás ezt elmondja, és aztán kiül szépen a domtetőbe. És az Isten rendel oda egy bokrot, hogy árnyéka is legyen Jónásnak. Hú, de jól érezte magát Jónás. Na nézzük órára, mikor jár le a 40 nap, és figyelem, hogy az Isten hogy pusztítja el azt a népet, amely tönkretette a hazámat. És
és testvérek, ott ül a dombtetőn, és egyszer csak elszárassza az Isten a bokrot, süt a nap napszúrást, elkezd ájúdozni, és mi történik? Ninive nem pusztul el, mert a niniveiek megtérnek, testvérek. Ébredés van a románok között. Megtér Ninive, a polgármesterek, a parlament azt mondják, hogy állatok, emberek, ne egyenek, böjtöljünk, mert azt mondják, hát ha az Isten. Figyeljétek, hát ha az Isten. Megkönnyörül rajtuk. Nem pusztul el Ninive. És erre Jónás elkezd duzzogni. Megszólítja az Isten, és azt mondja, hogy Jónás, igazad van, hogy haragszol? Igazam van, Uram. Igazam van. Tudod, hogy miért akartam én menni a másik irányba a hajón, és nem erre, ahova küldték? És jön egy megdöbbentő mondat, mert tudtam, hogy te irgalmas Isten vagy. Mert tudtam, hogy te írva nekem, igazam van, Uram, mert rászedtél engem, bevittél a slamasztikába, ide hoztál, azt mondtad, hogy prédikáljam, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, és nézd meg, ezek a nyomorultak megtértek, eltelt a 40 nap, és ezek nem pusztultak el. Hát beszéd ez? Hát beszéd ez? Testvére, igaza volt Jónásnak? Igaza volt. Igaza volt. Igazsága volt? Milyen nem volt? Irgalom nem volt benne. Igaza volt ennek a szolgának, hogy kérte a szolgatásának a tartozását? Igaza volt, mert a másik tartozott neki. Mi nem volt benne, testvérek? Nem volt benne irgalom. Nem volt benne irgalom. És drága testvérek, elkezdte folytogatni a másikat, és elkezdte nyomorgatni, és bevetett a törvénybe. Azt mondja az ige, meghallották, meglátták ezt a szolgatársait. És elmentek és jelentették az úrnak, és az úr visszahívta őket. És testvérek, itt lejár az irgalom. Most jön az ítélet. Ez nagyon kemény. Van irgalom, de az irgalomnak egyszer határa. Jön az idő, és odahívja az úr, és azt mondja, hogy te gonosz szolga. Elengedtem minden tartozásodat. Neked nem kellett volna könyörülnöd? A testvéredet, a barátodon, a másikon. Nem kellett volna irgalmas lenni hozzá. És azt mondja, adjátok oda a kézoknak, és most fizess meg. Ha neked ilyen van, fizess meg a tartozást. Drága testvérek, egy történetben szeretném befejezni, a fiatalok segíteni fognak nekem, nektek, ha nem tudjátok. Van egy sorozat a YouTube-on, ez a címe, hogy az Atya szeretete. És ebben a sorozatban ilyen kisfilmek vannak, és bemutatja az egyik film az utolsó ítéletet. És egy nagyon érdekes film, kisfilm, 6-7 perc az egész film, abból áll, hogy ott van az utolsó ítéletkor egy asztal oda téve, és az asztal mellett áll két angyal, és fogadja az érkezőket. És az asztal mellett ott van egy mérlek, mérőmánussal, amely mutat dolgokat. És jönnek sorba az emberek, és mindegyik hozza a hónalja alatt a dossziéját. És akkor az angyalok fogadják az embert az asztalnál, és akkor mondják, hogy na, lássuk, nyissuk ki a dossziét, benne van az élete. Hogy él? És jön az egyik, és akkor kinyitják a dossziét, és olvassák, hogy meg volt keresztelve, vallásórára járt, konfirmált, ifjúságira, kórusba énekelt, úrvacsorát vett, ezt csinált, azt csinált, és akkor azt mondják neki, hogy na, jól van, állj rá a mérlekre. És az ember oda megy, rááll a mérlegre, és a mérlegnek a mutatója kibillen és megáll azonnal ponton, hogy ez
borzasztó kevés. Jön a következő, ja, és intik balra. Balra. Jön a következő, az is hozza, na, te, hogy értél? És akkor ő is mondja, nem öltem senkit, nem loptam, nem paráználkodtam, nézzük, na, állj fel a mérlegre. Feláll az is a mérlegre, a mérleg kibillen, nem elég, mutatják a két angyal balra. Jön a harmadik, egy megtört arcú valaki, és na, de veled mi van? Azt mondja, én nem dicsekedek az életemben. Sok bűn, sok mulasztás, nem voltam jó apa, nem voltam jó férj, nem voltam jó szülő, házastárs, testvér. Annyi bűnöm van, hogy nem is tudom, nem is tudom. Itt van, nézzék meg, hogy mi van a dossziémba, az angyalok kinyitják, összenéznek, azt mondják, hogy állj fel a mérlegre. És ez megszólal, és azt mondja, hogy valamit elfelejtettem mondani. Volt az életemben egy pillanat, amikor én találkoztam valakivel, és az azt mondta nekem, hogy amikor ide kerül. Amikor ide fogok jutni, és el kell számoljak, és számot kell adjak a bűneimről és a vétkeimről, akkor hívjam őt segítségül, és utaljak rá. És azt mondják, hogy ki az, aki ezt mondta neked, hogy hívjad őt. És azt mondja ez az ember, Jézus. Jézus. Azt ígérte nekem, hogy amikor ide jutok, az ő vére el fogja fedezni a bűneimet, és nem én kell majd beszéljek, meg mentsem magam, hanem helyettem beszél a vér. És testvérek, akkor a két angyal hívja Jézust, és nem mutatják a filmbe a fejét, csak mutatják, hogy jön valaki fehér nadrágba, fehér pólóba, és ide a mellére oda van nagybetűvel írva, hogy Jézus. És jön ez a valaki. És oda megy az asztalhoz, és akkor a két angyal szól, na állj fel a mérlegre. És ez a nyomorult indul, hogy oda menjen és felálljon a mérlegre, és az egyik angyal visszafogja a kezét, és azt mondja, hogy nem értetted, nem te, Jézus állj fel helyetted a mérlegre. Nem te kell a mérlegre rájál, hanem Jézus áll helyetted fel a mérlegre. És testvérek, Jézus fellép a mérlegre, és a mérlegnek a billentyűje kimozdul és megáll azon a ponton, ahol azt írja, hogy ez tökéletesen elég. Ez tökéletesen elég. Testvérek, 23 évvel ezelőtt én egy este felfogadtam magamnak az utolsó ítéletre egy jó ügyvédet. Nem akarod te is felfogadni. Úgy hívják, hogy a názáreti Jézus, az Isten fia, aki helyettem a Golgotai keresztre odaállott, és érettem, kifizettem a minden tartozásom. Van egy nyugtán. Van egy nyugtán, testvére. Le van vágva a mennybe. Levágták a nyugtán, mint ahogy te befizeted az egyház fenntartói járulékot, levágnak egy nyugtán. Nekem van egy nyugtán a mennyből. És ez a nyugta arról szól, hogy nincs tartozása. Ki van fizetve? Mert az Istennek a fia, az Úr Jézus Krisztus, az ő irgalmassága által, amely nagyobb volt, mint az igazságossága, úgy elsöpörhetett volna engem, úgy elkárhoztatott volna engem a bűneimmel, de az ő irgalma sokkal nagyobb volt, mint az igazságosság. És az ige azt mondja, hogy az Isten ítél, mert igazságos Isten. Nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül, de van valami, ami nagyobb, mint az ő igazság érzete, és ez az irgalma. Dicsekedik az irgalmasság, az igazságosság fölött. És testvérek,
ez a ma este ez azért van itt a mosadón, és azért vagy itt, mert irgalmas hozzád az Isten. Azért van ez a ma esti alkalom, szamosalkói testvérek, mert szeret téged az Isten. És azt akarja, hogy ne az ő igazságos ítéletével szembesüljön az életed majd az utolsó napon, hanem az irgalmával, hogy a mérlegre ne tekeljen felállni, mert azt hiszem, hogy itt mindenki ismeri magát, hogy mennyit nyom, és mi a súlya. És hogy mi lesz a súlya majd az Isten országában feláll a mérlegre, de hogy ne tekeljen felálljál, hanem hogy jöjjön Jézus, hogy legyen kire hivatkozzál. Ezért arra kérlek, hogy ma este kösd szövetséget vele. Van egy ének, új szövetséget elfogadom, magam egészen odaadom, nem kérek semmit, legyen tiéd, félelmeimből mi véd? Irgalmad véd. Félelmeimből irgalmad véd. Áttört kezedbe teszem kezem, ne engedd kérlek, hogy elvegyem. Soha, hogy kivegyem Uram a te kezedből. Láncolj magadhoz örökre már, nincsen itt semmi. Nincsen itt semmi. Minden ott vár, testvérek, fent a mennyben. Az Isten kész az ő irgalmát, az ő szeretetét kiárasztani ma az életedre, és dicsekedik az ő irgalmassága az igazság fölött. Ezért, ha jót akartok cselekedni, térjetek meg, és ha törekedni akartok az igazságra, hogy elérjétek az igazságot, akkor arra kérlek benneteket, hogy legyetek irgalmasak egymás iránt. Mert ha az Isten neked megbocsát, ha az Isten neked elengedte a tartozásodat, akkor kicsoda vagy te? Kicsoda vagy te ember, hogy te ne bocsáss meg, és ne engedd el a másik embernek a tartozását, nem azért testvérek, mert megérdemli, nem ezért kell megbocsájtani, hanem azért kell megbocsájtani, mert hozzád irgalmas volt az Isten. Mert hozzád irgalmas volt az Isten. Övé legyen a dicsőség ezért. Örökké. Amen. Úrunk, köszönjük neked a másodszor kinyújtott kezet ma este. Köszönjük neked a te kegyelmedet, azt az egy dénárt, amelyet minden szolga megkapott akkor, amikor jött a szőlőbe a fiatalok is, a középkorúak is, az idősek is, hogy mindenki bemehet, aki kapja a kegyelmet. De Uram, olyan szörnyű sokszor, hogy mi annyit toporgunk, gondolkozunk, filozófálunk, Uram, is, nem megyünk. Nem tesszük meg a döntő lépést. Köszönöm, Uram, hogy ma este újra kinyújtottad utánunk a te véres kezedet. És kérlek téged, hogy ragadd meg mindannyiunknak a szívét, akik itt voltunk ma este. És tedd, Uram, az életünket a magadévá. Hadd kössünk szövetséget veled, élő Úrral, megváltóval, a te szent véred által. S hadd, Uram, írd be a mi nevünket rozsdás szegekkel, véres szegekkel az életnek a könyvébe fent a mennybe. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy ma este közülünk senki se legyen, aki úgy megy el erről a helyről, hogy megkeményítse a szívét, az életét a te irgalmas szereteteddel szembe. Segíts, Uram, hogy a hívő életünkben, a házasságunkban és minden dolgunkban le tudjunk mondani a saját igazságunkról. Hadd legyen, Uram, nekünk békességünk. És hadd diadalmaskodjék minden kapcsolatunkban az irgalmaság, legyünk irgalmasak egymáshoz. És szeressük egymást. Ez adott a Szent Lelkedet, Uram,
így tudjuk megcselekedni a jót, a te akaratodat, a te dicsőségedet. Csendesedjünk át testvéreink, és magunkban kérjük az Urat, segítsen, elhiszem, hogy van itt olyan férfiak, akiknek nagyon erős a temperamentumunk, a karakterünk, idegesek. Vannak azok, akik szókimondóak, és kimondják a szókimondóakat, és aztán olyan dolgokat találnak egy más fejéhez, hogy később megállnak. Azon belül, hogy nem kellett volna mondani, nem kellett volna kiszólni. Vagyunk olyan testvérek, akik különböző véleményeseik lettek, indulattal rendelkeznek. Csendben kérjétek az Urat, hogy segítsen az életedben diadalmaskodni a bűn fölött, a sérülés fölött, a nyakfolytatás fölött, és adja meg az életbe azt, hogy legyen hitalmasság benned a másik iránt. Hogy diadalmaskodjon az hitalmasság meg a másik iránti szeretet benned, az ő dicsősége. Csendesedjünk el és ezt kérjük el a szolgálnak a szellemi szolgálnak a kezére. És az, ahogy a szolgálnak a szellemekintetre, ott van az úrvények mindenre az ülésünk, hogy kimondatlan és éti az akartát, hogy mit akar. Segíts olyan, ami szellemi kitekintsenek át. És megértessük, urunk azt, hogy mit akarsz velünk. Segítsd meg, hogy nem adunk én állítsuk és tartsuk, hanem a te akaratodat, parancsolatodat tudjuk elérni, azt is, amit ma este mondtál, és amit másra is tanítottál, hogy számba. Áld meg mindnyájunkat, és áld meg, Uram, kérlek ezt a falut, engedelmes lélekkel, téged kereső szívvel, hogy keressenek, és meg is találjunk. Párjával, gyerekeivel együtt, hogy világítani tudja itt ezen a helyen, és mutatni tudja az utat, a jó utat, az ember számára. Kérlek, hogy újabb a házadás és az engedetlenséget zárt bennünket, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellen vétkezőknek. És ne tudjunk a kísértésre, de szabadíts meg a gonoszot, te is ellenem a szeget és a földet. Hogy én ma is az életet és a halált adom néked előtte. Az áldást és az átkot. Választhatok az életet. Választ az életet, hogy élhess mind te, mind a te utolaid, mind a te. Kérem a helyet,
szeretettel köszöntjük a gyülekezetet a mai estén is, hiszem és ezért imádkozom, hogy Isten áldása, gazdagító kegyelme legyen ezeken az ige hirdetéseken, ezen is és a tegnapin is. Jó az testvéreim, hogyha nem hagy bennünket közömbösen, hogyha nem elsimul teljes mértékben bennünk az a belső tenger, hanem felkorbácsol bennünket, kérdéseink keletkeznek, kérdéseink lesznek. Bár a tiszteletes úr nem mondta, a lelkipásztor testvérem nem mondta, nem hatalmazott fel rá. Én önkényesen mégis arra kérem a kedves testvéreket, hogyha kérdésük van, akkor amikor kimegyünk a templomból, bátran keressék, kérdezzék meg, tegyék fel ezeket a kérdéseket, tagassák ki, és én hiszem azt, hogy ezekből a beszélgetésekből, ezekből születhet valóságosan is megerősödés, új élet, vagy éppenséggel elgondolkoztathat bennünket. Még inkább, hogyha valamit nem értünk, akkor jól mondom, bátran keresetnek, Miklós. Így van. Istennek legyen hála ezekért az alkalmakért. Hirdetem, hogy ha az Úr akarja és az életünket megtartja, akkor a holnapi napon is 6 órától Isten tiszteletet tartunk itt a templomban. Debreceni Júlia lelkipásztor testvérem hirdeti közöttünk Isten igéjét. Imádkozzunk azért, hogy legyen azon is a mindenható Isten áldása. Mai estén is szeretném átadni a gyülekezetünk részéről azt a kis figyelmességet, amellyel úgy, ahogy tökéletlenül is, de szeretetünket mutatjuk ki vendégeink iránt. Kezdem a tiszteletes asszonyja oltánával. Fogad ezt a kis virágot szeretettel, tehát köszönjük szépen a bizonyságtételt, és várunk szeretettel máshol is őket. Isten áldjon titeket. És működnek szakkörök nálunk. Mézeskarás szakkör elkészítette az idei ima hétnek az ajándékát, és ezt szeretném átadni a szeretettel. Legyen emléke annak, hogy itt jártatok, és szeretettel várunk máskor is. Köszönöm. És rádjunk a további szolgálatokat. Következőben a gyülekezetünk énekkora fog néhány énekkel szolgálni Isten dicsőségére. Még néhány perc türelmüket kérjük a gyülekezetnek, megkérem akkor az énekkar tagjait és a kántornőt, hogy jöjjenek. Hétre, és engedjék meg, hogy ma, mivel éppen március 15-e van, ezért egy kicsit arra is vigyen a nem is tudom, hangulatunk, emlékezzünk a magyar hősökre is. Az első énekünk éppen ezért egy olyan ének lesz, egy olyan imádság, aminek a szövegét Csiha Kálmán, egykori az erdélyi magyar református egyház terület püspöke fogalmazta meg, és Kövényesi Bertalan zenésítette meg. Fogadját szeretettel! Thank you.
jegyzéskártyát elmúlt alkalommal, tegnap este az álljönnek a kiállatnál is bátran kérje. Ma is lehet támogatni Lefi Pásztor testvérem misszióját azzal, hogyha megvásároljuk a kasztalra kihelyezett könyvet, egy CD-ket, mindegyiknek 10 lehet darabja. Lehet venni, lehet élni a lehetőséggel. Álljunk fel és fogadjuk az áldást. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, Istenek népe. Ragyogtassa arcát rád az Úr és könyörüljön te rajtad. Fordítsa felét arcát az Úr és adjon békességet néked. Amen. 488-as számú énekünk első versét.